Prosper Mérimée, a 19. századi francia szerző írta azt a kisregényt, amelyből Bizet az operairodalom egyik legismertebb darabját komponálta. Az író spanyolországi tapasztalatai nyomán született az eredeti mű, amely a spanyol nép alsó osztályairól szól, munkáslányokról, közkatonákról és altisztekről. Az ízig-vérig romantikus történetet hiteles részletességgel és szabatossággal meséli el a szerző, ez a mű máig tartó sikerének egyik titka. Carmen, a cigánylány, megismerkedik az egyáltalán nem hozzáillő, talpig tisztességes Don Joséval. A fiatalember belebolondul a szeszélyes szépségbe, innentől kezdve pedig mindkettőjük sorsa megpecsételtetett. Carmen szenvedélyes drámáját ismerős dallamok, mágia és misztikum kíséri. Az előadás érdekessége, hogy intim térben, a művésztúdió sajátos világában a nézőtől szinte karnyújtásnyira meséli el a történetet. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy szinte filmes eszközökkel, arcokat, érzéseket közelhozva, gondolatokat, ha pusztán a színész személyiségére, létezésére, ennyire a néző közvetlen test közelében megmutatva hagyatkozunk, akkor mennyire tudom ennek a történetnek a sűrűségét, az intenzitását, a végtelen szenvedélyességét megmutatni. Akkor vagyunk jók szerintem, hogyha a néző szinte egy hátborzongató élménnyel távozik, miközben természetesen katarzist is átél, és örömet épp úgy tudunk neki adni ebben az estében, mint valami fajta meggondolást, újraálmodást, egy kicsit talán meghökkenést is. Tehát, hogyha erős érzelmeket tudunk ébreszteni, akkor azt hiszem a produkció már elérte a célját. Carmen szerepét Kosik Anita játssza az előadásban. Csodálatos, mindenkinek ki kéne próbálnia. Tényleg nagyon jó, mert rettenetesen nőies, nagyon tudatos, nagyon sok titka van, amit senki nem tud, még ő se. Sok mindent. És jó dolog szerintem végletekig kijátszani bizonyos dolgokat, mint egy terápiás jelleggel. Az ember őrjünk a színpadon, aztán hazamegy, és boldogan él, míg meg nem hal. Carmen szerelmét, Don Josét Nagyidai Gergő alakítja. Partnereik Széles Zita, Horváth Réka és Munkácsi Anita. Az előadás fontos eleme a zene, a hangszereket Olajos Gábor és Bíró Péter szólaltatják meg. A művet, amelynek premierjét szombaton rendezik, a művésztúdióban láthatja a nagy érdemű.